Tőlem megkérdezték a közgazdasági egyetemen annak idején, hogy miért hordok összesen 4 fülbevalót, és miért váltogatom minden nap. És én erre visszakérdeztem, hogy ez szakmai kérdése. Mire azt mondták, hogy igen. Mire én azt válaszoltam, hogy azért, mert fiatalokat tanítok, és az nagyon fontos, hogy hogy nézek ki, amikor bemegyek az órámra. Az is nagyon fontos, hogy mit mondok, de az 1000-szer fontosabb 20 éveseknél, hogy hogy nézek ki. A következő kérdés, és ez volt az utolsó kérdés, az volt, hogy hogy lehet az, hogy én még mindig nem vagyok férnél. Pedig már elmúltam 35 éves. És akkor én erre nagyon-nagyon gorombán válaszoltam, és másom már nem dolgoztam ott. De ezek milyen kérdések? Vagy ez... Ezek azok a kérdések, amik igazából dekódolható kérdések. Miért vagy más? Ne legyél más. Viselkedj úgy, öltöz úgy, mozogj úgy, beszélj úgy, és gondolkodj úgy, ahogy mi. És volt éle ezeknek a kérdéseknek? Mert el tudom képzelni ezt a kérdést úgy is föltéve, hogy miért hordasz 4 fülbevalót, és akkor mindjárt nincs bántó éle? Ez ugye azért volt bántó, mert a helyzetből következett a bántó él, hiszen a főnököm kérdezte meg tőlem a beosztottól 4 szem közt. És a következő kérdés ugye a férnél van, nincs férnél, az pedig az aszociális magatartásomra utalt, miszerint kérem szépen ebben a korban már mindenki rendes családot alapított, és már férnél van, és már felesége van, mi történik itt? És másnap kirúgták? Nem, hát eltanácsoltak, nem rúgtak engem ki, eltanácsoltak. Szóval olyan volt a légkör, hogy teljesen nyilvánvaló volt nekem, hogy teljesen felesleges nekem ott maradni. Nagyon szerettem tanítani, ugye ez a rendszerváltás második évében volt. De azt gondoltam, hogy ugye ez sem megy. Tehát ez sem megy. Tényleg, tényleg nagyon másképp viselkedtem. Tényleg nagyon másképp gondolkodtam. És nem teremtettem meg ehhez a saját feltételeimet. De miért gondolkodott annyira másként, mint ahogy egyébként a többiek gondolkodtak? Ez honnan ered? Gyerekkortól? Mert rá volt szorítva, hogy önálló legyen, és önmaga legyen, és egyedül oldja meg, vagy mi? Nem, hanem azt gondolom, hogy azért, mert az én hátteremből nekem egyetlen egy dolog következett az intellektuális teljesítményen kívül, hiszen én csak abba tudtam kapaszkodni, hiszen más típusú teljesítményt nem tudtam felmutatni, tehát vagyonom nem volt, anyagi hátterem nem volt, család nem volt, nevek nem voltak körülöttem, akik támogattak volna, ez pedig az erkölcsiségem volt, és ez egy nagy butaság volt, én egy butaliba voltam. Én azt gondoltam, hogy az etika, a morál, az igazság, ugyan kérem, hát kinek fontos az igazság? Hát maximum a könyveknek.